Következő Gelencseg Attila fideszes képviselő úrnak Kaposvár újraiparosítása címmel mondja el gondolatait 5 percben. Képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, egy egészen friss ropogóst hírt hadosszak meg önökkel. Német hadipari óriás céggel írt alá együttműködési szerződést Magyarország. Orbán Viktor miniszterelnök kedden fogadta Armin Pepegert, a német Rheinmetall autó és védelmi ipari cégcsoport elnökét a Karmelita Kolostorban, ahol az új generációs gyalogsági harcjárművek magyarországi gyártásáról, a hadipari kutatásfejlesztésről, valamint Magyarország védelmi és gazdasági megerősítéséről tárgyaltak. Azért örülök ennek a hírnek, tisztelt országgyűlés, mert hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Rheinmetall Kaposvárra települjön. De hogy az elején kezdjem, Kaposvár egy dinamikusan fejlődő város, egy megyejogú város, ami Somogyország megyeszékhelye, egyetemi város, püspöki székhely, és mintegy 10 000 regisztrált vállalkozóval, körülbelül 15 000 ipari foglalkoztatottal rendelkezik. Kaposvár egy befektetőbarát város. Kiváló munkaerővel rendelkezik a város. Megközelíthetősége jelentősen javult az R67-es út elkészültével. Beszélhetünk mi nálunk egy jó üzleti környezetről, egy nem csak országos, hanem helyi beruházás ösztönzésről, nyilvánvalóan jó életminőségről, azon kívül megújuló energiák tárházáról, amelyek rendelkezésre állnak, és nagyon magas színvonalú szolgáltatásokról, amelyek elérhetők az ott élők, illetve a befektetni szándékozók számára. Vagyis Kaposvár amúgy egy olyan város, ahol jó élni, mégis lehet egy hiányérzetünk, ez pedig a helyi gazdaság ereje, adóerő képessége tekintetében lehet. Történelmi előzményei is nyilván vannak annak, hogy a helyi gazdaság erejével kapcsolatban ilyen mondatokat mondok. Nyilvánvalóan tudja minden helybéli, hogy a rendszerváltás utáni, illetve előtti privatizáció, illetve spontán privatizáció nagy károkat okozott Kaposvár gazdaságában. Ezen kívül sajnos, amikor baloldali kormányok uralkodtak az országban, akkor nem számíthattak az ott élők segítségre. Nem olyan régen megéltünk egy válságot, ez a pénzügyi gazdasági válság 2008-2009, és ma csak azt kérdezzük, hogy hol tarthatna Kaposvár gazdasága, ha akkor a devizahitelekben megnyomorított vállalkozó például moratóriumot, hiteltörlesztési moratóriumban részesülhettek volna, valamekkora járulék csökkentésben, adócsökkentésben, vagy esetleg akkor tájt nem növekedtek volna a rezsi terhek. Nem beszélve arról, hogy itt az előző napirendnél az európai forrásokról beszéltünk, tárgyaltunk, a helyzet az, hogy szinte elérhetetlen volt 2010 előtt a kaposvári vállalkozók számára az európai forrás, a hazai forrásról egyáltalán ne is beszéljünk, mert az meg nem is állt rendelkezésre. És a helyzet az, amiről beszeretnék számolni a háznak, hogy percek kérdése, hogy megtelnek az ipari parkjaink. Most már az iparterületeink és az ipari parkjainkra is túligényről számolhatok be. A várható M9-es út és a most már elkészült R67-es kereszteződésében kinéztünk egy 170 hektáros területet, ami kiválóan alkalmas volna nem csak rövid, közép, hanem hosszú távon is a befektetői igények az üzleti környezet számára. Nevezzük az egyszerűség kedvéért Füredi Ipari Parknak, amit szeretnénk megvalósítani, és azért olvastam fel a friss mai hírt, mert hogy a Rheinmetall hadipari vállalkozás mindegy 10 hektárról már bejelentkezett ide, és további 10 hektár bővítésének lehetőségét kéri. Ezen kívül a szokás ilyenkor, a tapasztalat ilyenkor az, hogy a leendő beszállítók is köré települnek, vagyis a 170 hektárból 40 hektár gyakorlatilag nagyon könnyen elkelt. A helyzet az, hogy Kaposvárnak a megítélésem szerint egyfajta ipari reneszánszra van szüksége. Több ipar, egyenlő több munkahely, egyenlő magasabb bérek.
Nyilvánvaló az újabb ipari beruházások megjelenése bérfelhajtó hatásúak, növekszik a jövedelemtermelő képesség, munkahelyek jönnek létre, bérek emelkednek, adóbevétel, életminőség, zárszó. Most előttünk lévő költségvetés, illetve számos törvény előkészítés, ami a kormány elé megy, tartalmazhatja a kaposvári ipari park valamilyen részletkérdését. Azt szeretném kérni a tisztelt háztól és a kormánytagoktól, hogy támogassák a kaposvári füredi úti ipari park létrejöttét. Megtisztelő volt a figyelmük. Köszönöm szépen, Gelencsér Attila, jegyző úr, képviselő úr.